Köszöntöm nézőinket, önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk a következő percekre. Sokan húztak korcsolyát a hétvégén. Gutpintér Edit tolnai alkotóképei tekinthetőek meg a Magházban. Ringató foglalkozás Tolna Mözsön, Schwabbal tartottak. Ahogy beköszöntöttek a minuszok, Tolnán is sokan gondolták úgy, hogy korcsolyát húznak. A szakember azonban azt mondja, egyelőre nem ajánlott a befagyott élővizeken csúszni, ugyanis rendkívül veszélyes lehet. A rutinosabbak már szakszerű mozdulatokkal húzták fel a korcsolyát. A tolnai Dunaholtágon is voltak, akik jégre léptek, sőt többen egy hosszabb túrára indultak a befagyott vizen. Rendkívül ritkán már lehet sajnos rámenni a jégre, nem is mondom, hogy egyértelműen biztonságos, de mi helyiként ismerjük a vizet, tudjuk, hogy milyen mély, hát azt kockáztatjuk, hogy legfeljebb vizesek leszünk. Ezt pedig bevállaljuk. Évente ez a pár nap muszáj kihasználni. Túrát, igen, most is túrázni indulunk majd. Nagy valószínűséggel egy ilyen 8-10 kilométert valószínűleg el tudunk menni. Azon a részen van egy ilyen kis gyengébb rész, illetve ott a helyiek az átkelés vége többször helyen feltörik. De szerintem egy napra egy ilyen 15-20 kilométeres túra az éppen megfelelő lesz. Utána talán még délután is, bár hogyha ilyen erősen süt a nap, délutánra megváltozik a jég szerkezete, és akkor már csak fürdőnadrágban ajánlatos tényleg. Az előjelzést inkább a bőrünkön érezzük. Gyakorlat az, hogy ha egy két nap megközelíti, éjszaka két nap megközelíti a mínusz 10 Celsius fokot a hőmérséklet, és nappal sem enged fel, akkor már a legbátrabbak azok már próbálkoznak a jégen. Adrenalin termel, boldogsághormonok hegyei. Ó, főleg ilyenkor, amikor többen egy helyen vannak, és mindjárt mosollyal fejezik be ezt az akciót is. Szóval a korcsolyázni, hát a mozgás öröm, mert ugye az élvezeteket elég nehéz meghatározni, hogy most miért. Miért szeretsz egy verset, miért szeretsz sportolni, miért szereted a jeget. A közeg, kint a természetben, a siklás élménye össze sem hasonlítható semmi mással. Régen mi akkor tudtuk elkezdeni, ha befagyott a víz. Most már ezekben a műjégpályákon egész kiskorban elkezdheti az ember, amikor már lábra tud állni szinte. Már vannak ezek a kétélű korcsolyák, és akkor lehet tolni a különböző állatkákat, amik segítenek ugye a tanuláshoz. Szűcs István elmondása szerint tőzsgyökeres tolnai, már kiskora óta jár korcsolyázni a Dunára, most két gyermekével érkezett. Voltak már korábban, ők már ismerik ezt a jeget, de már elég kicsik voltak, amikor nekik sikerült legutóbb korcsolyázni. Az a terv, hogy végre ebben a szezonban, hát ha jól emlékszem, 7 év után végre korcsolyázunk egyet. Nagyon régen volt már az, hogy tudtunk menni. Gútai felé fogunk elindulni, valahogy az biztonságosabbnak tűnik. Öltözékben nagy hidegre nem készültünk, mert süt a nap. Szerintem nem sokára már olvadni fog, úgyhogy azért jöttünk ki most reggel. Öltözékbe simán csak egy aláöltöző, meg egy meleg nadrág. Bár sokak számára nem tűnik olyan veszélyesnek, a szakember mégis azt mondja, hogy egyelőre nem ajánlott a befagyott élővizeken korcsolyázni, hiszen amíg éjszaka mínuszok vannak, addig napközben plusz fokot mutatnak a hőmérők, ami egyáltalán nem kedvező. Általánosságban 10-12 cm az a vastagság, ami már biztonságosnak számít. Mindig azt is hozzá szoktuk tenni, hogy persze, ha valaki tudja az biztosan, hogy az adott vadvizen mindenhol ilyen vastag a jég, hiszen a vadvizeken, ahol a vizek alul forognak, buzgárok vannak, stb., ott alulról nem biztos, hogy minden helyen pont 10-12 centi, még hogyha egy-két helyen meg is nézzük, és úgy néz ki, hogy hú, itt tényleg olyan vastagságú a jég. És bizony, ahol alul elvékonyodik, hát ott meg nem annyi lesz, és ebből adódik az, hogy megyünk, és néhol meg esetleg egy kisebb területen bizony vékonyabb a jég, és akár ott ugye be lehet szakadni. Azt is el kell mondani, hogy azért egy átlagos ember is, sőt azt kell mondjam, hogy erre talán nincs is igazán felkészült ember, aki teljes biztonsággal képes lenne arra, hogy egy jégbeszakadást, most olyan helyről beszélek, pláne ahol mondjuk nem is ér le a lába, tehát hogy egy váratlan jégbeszakadást ezt teljesen professzionálisan kezeljen. Hiszen a
katasztrofinum kollégáknak, tűzoltóknak is rendes gyakorlások tömkelege van, hogy egyáltalán valakit mondjuk, vagy valamit egy jégbeszakadásból hogyan és milyen segédeszközökkel, milyen technikával tudnak biztonsággal kihozni. Nem, hogy valaki, aki pufajkába, nagy csizmába, vagy nem tudom mi, akármiben még korcsolyázott, stb. Beszakad, tiszta víz lesz a ruhája, az is azért nem titok, hogy lefelé húzza, meg az ijegység. És akkor ennek az összhatásában még valahogy ki is kellene jönni abból a jégből. Illetve sokan el sem tudják képzelni, hogy milyen hideg az az 1-2 fokos víz, ami az adott pillanatban egyből érintkezésbe lép a testünkkel. Az, ha egyszer valaki lemegy egy ilyen vadvízbe, hát egy nulla a látótávolság, tehát nem fogja meglátni se a tetejét, se semmit a világon. A sok az amúgy is teljes mértékben el fogja venni az észszerű döntést a helyzetben. De egy biztos, hogy ha már lement a víz alá, szinte menthetetlen, mondhatnám azt. Tehát ha vész helyzet van, szóval minden áron meg kell próbálni valahogy a felszínen maradni. Akik meg esetleg a környezetébe vannak, és mondjuk egy ilyen helyzetet látnak, ugye fizika, tehát a lehető legnagyobb felülettel közeledni, tehát bizony lehasalni, hasalva, széttett lábbal, minél jobban, ha ne adj Isten, van ott bármi, ami valami felületnövelő, egy nagy deszkák, akármi, akkor mindenképpen ilyeneket megpróbálni oda tenni, és ha megint csak bár hát kimegy el kötéllel mondjuk korcsolyázni, de ha van, minél előbb valahogy rögzíteni aki szegényként bent van a vízbe, mert számolni kell rá, hogy nagyon rövid időn belül már képtelen lesz arra is, hogy akár a kezeivel kapaszkodjon, vagy bármi. Tehát nagyon-nagyon rövid az az idő, amíg mondom, érdemi fizikai munkát fog végezni, mert az izmai be fognak görcsölni, és csatolnék vissza Leonardo DiCaprio-ra úgy, ahogy ő is a filmbe szép lassan le fognak csúszni, és eltűnnek a víz alá. A jég jól hallható recsegése, ropogása biztos előjele annak, hogy bármelyik pillanatban beszakadhat. Ha már megtörtént a baj, akkor tárjuk szét karjainkat és ejtsük magunkat előre. Próbáljuk megakadályozni, hogy a jégfelület alá csúszunk, vagy lemerüljünk a vízbe. Ezúttal Gutpintér Edit tolnai alkotóképei tekinthetőek meg a Magházban március 3-áig. A különleges kiállítás megnyitó egyúttal jótékonysági akció is volt. A résztvevők egy nehéz helyzetbe került családot támogathattak. Nem mindennapi, koncerttel egybekötött kiállítás megnyitón vehettek részt azok, akik ellátogattak a Magházba Tolnán. Az intézmény bemutató termének falait ezúttal Gutpintér Edit helyi alkotó festményei díszítik. Azonban nem először, ezelőtt 4 évvel már megmutatta kreativitását a közönségnek. Gyerekkorom óta foglalkozok, igazából mindig valamit csináltam, utána a körmeszakmába ugye, és 2013-ban, hogy ide költöztem Tolnára, azóta kicsit komolyabban kezdtem vele foglalkozni. Akkor kezdtem el az olajjal barátkozni, mert előtte még soha nem dolgoztam vele, és nagyon-nagyon tetszett, és így belemerültem ebbe a témába. Teljesen autodidakta módon kezdtem el csinálni. Egyből a festészetbe nyúltam bele, rajzolni kevésbé szoktam. Hogyha elő kell rajzolni, akkor persze megcsinálom, de egyből a festész. Ahogy végignézünk a képeken, van, ami egyből szembe tűnik, mégpedig az, hogy meglehetősen nagy méretben készültek. Ez lehet, hogy kompenzálja a méretemet is, hogy ilyen pici vagyok. Volt egy kiállításom Budapesten a Hotel Nemzeti Galériában, és felkértek oda, hogy csináljak képeket. Egy francia tulajdonos mondta, hogy szeretne egy feminim képeket látni, de mivel hogy olyan nagy bent a belmagasság, muszáj voltam ilyen nagy képeket is csinálni, de nagyon élvezem, nagyon szeretem. Absztrakt és kevert technikás képekkel érkeztem most ide.
Edith azt is elárulta, hogy bár szinte egytől egyik közel állnak hozzá az alkotások, egy kedvence mégis akad. Ezt a festményt nagyon szeretem, amit láthatom mögöttem, mert méreteiben is, meg ugye azért a textúrák, a ruha, a nőiesség, a modell, meg az élénk színek úgy visszaadják ezt a vidámságot. 190x140-es. Hát ezek több napig készültek, mert ugye a száradási idő is, meg hát azért nekem sem csak ez a munkám, úgyhogy hogy mellette csinálgattam folyamatosan apránként. Kikapcsol, meg szeretem átadni másoknak talán a benti érzéseimet is, meg hogy feltíszítse a saját házát, vagy a belső interiőrt a lakásában. Ez alkalommal nem csak festői tudását mutatta be a tolnai alkotó. Nagyon szeretem ezt a kis zenekart, a Dunarok Akusztik Együttessel vagyok most így kis bokálozással, és meghívtam őket, hogy játszunk itt akkor ez alkalomból. És ha mindez nem lenne elég, Edith több gyermekes édesanyja. 5 gyermekem van, és hál' Istennek mindenki azért örökölt valamit a zene, vagy a művészet. Ezt szokták tőlem kérdezni, hogy ezt hogy csinálom. Hát van egy hátsó stábom, a férjem, és azért a gyermekeim is azért van már, hogy nagyobbak, és nagyon sokat segítenek. Az esemény egyébként egyúttal jótékonysági akció is volt. A résztvevők egy nehéz helyzetbe került családot támogathattak. Közel 80 000 forint gyűlt össze a kiállításon. Akiknek felkeltette az érdeklődését a tárlat, ők azt március 3-áig tekinthetik meg Tolnán a Magházban. Most rövid reklám következik, aztán folytatjuk a Telena magazint. A Fastron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmákra. Szakirányú végzettséggel CNC forgácsolót, CNC gépkezelőt, lakatost egy és két műszakos munkarendbe. 8 általános iskolai végzettséggel betanított lakatost, betanított festőt, szerelőt, sorkezelőt, gépkezelőt, ahol a fémipari tapasztalat előnyt jelent. Felsőfokú végzettséggel termelés támogató mérnököt, nyelvtudással projektmenedzsert, beszerzőt. Amit kínálunk, pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költségtámogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrierkukac@fastron.co.hu e-mail címen, vagy a 74 540 315-ös, illetve a 0620 241 77 17-es telefonszámon. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást.
Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A DKC Hungária Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres, lézervágó lyukasztó gépkezelőt kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben, illetve élhajlító gépkezelőt. Ha elmúltál 18 szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, ha vállalnál egy-két műszakot és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.bálónékukac@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 71-30 Tolna belterület 970-110-es szám alatt. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. A ringató foglalkozások célja, hogy kellemes légkörben a szakemberek megismertessék a zenei nevelés lehetőségeit. A szülők és a gyerekek átéljék a közös éneklés és játék élményét. Ehhez nem kell messzire menni, Tolna Mözsön is rendszeresen várják a program iránt érdeklődőket. Vasárnap estére elhogy a fán, de szörnyű este köszöntött ránk. Vasárnap ebédre megsül a fán, de jó vasárnap irratni ránk. Ezúttal rendhagyó módon a farsanghoz kapcsolódva jelmezben érkeztek a gyerekek a ringató foglalkozásra Tolna Mözsön. Kákai Emese két gyermekes anyukaként gyakran vett részt hasonló szakkörökön, és úgy gondolta, ő maga is szívesen tartana ilyen jellegű programokat. Én a ringató foglalkozást Gálné Gró Ilona nevéhez köthetjük, ő az alapítója, aki a 3 éves korosztály alatti gyerekeknek hozta létre ezt az öbeli játékokra alapuló kis foglalkozásrozatot. Lényege, hogy erősítsük a szülő-gyermek, illetve nagyszülő-gyermek kapcsolatot. Nem csak szülőkről, nagyszülőkről lesz szó, akár testvérrel, bármely családtagnak a jelenléte fontos a gyermek számára, és lényege, hogy együtt énekeljünk, a gyermek a saját anyanyelvével, zenei anyanyelvével ismerkedjen meg. A foglalkozásokon mindig élő énekszó, vagy a foglalkozás vezető esetleg meghívott vendég pár perces hangszerjátéka csendül fel, a gyerekek tehát semmiféle feladatot nem kapnak, ha akarnak, játszanak az édesanyjukkal, ha akarnak, vagy tudnak, akkor pedig néha odafigyelnek. Mindig van egy dal, amit úgymond tanítani hozunk, egy kevésbé ismert, ezt többször is eljátszuk a foglalkozás alatt, vannak ölbeli játékok, népdalok, műdalok, mezdésedett versek, van egy jártató, amikor körülmegyünk, kis mozgásos játékot játszunk, és a végén újra visszatérnek a dalok. Egyedül szoktunk foglalkozásokat tartani, most meghívtam vendégnek szexádi kolléganőmet, Grászeli Boglárkát, aki amúgy Bonyhádon is tart foglalkozásokat, és most együtt, egymást erősítve játszunk. Az egyszerű mozgással kísért ölbeli játékok nagy részét a magyar néphagyományból merítik, ezek mindig a felnőtt és a kisgyermek bensőséges kapcsolatát tükrözik. Ide tartoznak a lovagoltatók, hintáztatók, sétáltatók, altatók, kéz, kar és lábjátékok. Én teljesen friss hús vagyok, ha szabad így mondani, én nyáron végeztem a tanfolyamot, és most ősszel kezdtem októberben itt a környéken, de nem csak Mözsön, hanem Dunaszentgyörgyön és Bogyiszlón is tartok foglalkozásokat. Igazából születéstől kezdve, hogy az anyuka kényelmesnek gondolja, az óvodáskor megkezdéséig. Gyertek, gyertek, maga járjunk táncot, szóljon víg a nyereménekünk. Utoljára! Gyertek, gyertek, maga járjunk táncot, szóljon víg.
Két év kihagyás után rendezte meg újra hagyományos évindító svábbáját Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzata. A nagy népszerűségnek örvendő eseményre a környező településekről is ellátogattak. Hagyományosan svábbállal nyitja meg az évet Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzata, ez idén sem történt másként. A vendégek közül többen a környező településekről látogattak el az eseményre. Volt, aki egészen Babarcról érkezett. Most vagyok itt Bálon először, és nem is tudom, honnan szereztünk róla a tudomást, de a feleségemmel eljöttünk. Saját fúvószenekarunk van, úgyhogy mi is benne vagyunk a kulturális életben, és valószínű ezen a téren hallottunk erről a svábbáról. Mi magunk is csinálunk otthon svábbálokat, és hát járjuk a megyéket is. Az idősebbeknek azért, hogy emlékezzenek egy kicsit, a fiatalabbaknak pedig úgymond identitás erősítés. Az én szüleim, nagyszüleim, dédszüleim mind német ajkúak. Én magam is egészen jól beszélek németül, hála Istennek, és ugyanezt a hagyományt folytatják a gyerekeim, sőt az unokáim is. A svábbát egy hosszabb kihagyás után tudta újra megrendezni a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Két év kihagyás után tudjuk újra megrendezni a mözsi svábbálunkat. Az önkormányzatnak ez az első, eddig mindig ez volt az első rendezvénye. Úgyhogy az idén is ezzel kezdünk. Meghívtuk a két helyi énekkart, a mözsieket és a tolnai énekkart. Ezen kívül pedig a Mórágyi Tánccsoport fog táncolni, ők fogják megnyitni a bálunkat. Ez már nagyon régóta hagyomány. Hát, mint az önkormányzatnak is a célja, maradjanak fönn a hagyományaink, hogy a táncokat táncolhassuk, ne csak a színpadon láthassuk, hanem akinek kedve van és táncos lábú, az táncoljon, legyen egy olyan este, amikor együtt vagyunk. Ami öröm számunkra, hogy nem csak Tolnáról jönnek a bálba, hanem Babarcról, Mázáról és a környékről is. Úgyhogy messzire ment most már a bálnak a híre. Megismerhetik a sváboknak a hagyományait, a sváb táncokat megnézhetik, tanulhatják, illetve nagyon dallamos a sváb zene, jól érezheti magát az ember. A rendezvényen természetesen a helyi egyesületek is megmutatták magukat. A Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör és a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara színesítette az eseményt. A Mórágyi Néptánc Együttes nagy örömmel fogadta el a meghívást, hiszen főbb céljai között szerepel a tradíciók megismertetése és átadása. Dunát Csaba 1984 óta tagja, és 2009 óta vezeti a csoportot. Már voltunk itt, már szerepeltünk egy nyári alkalommal, de akkor kinti színpadon. Már a három táncot készültünk, egy szalagos tánccal, egy régebbi táncunkkal, illetve hát inkább egy ilyen közönségnek szóló, kicsit vidámabb tánccal. Az Egyesület 1976-ban alakult, folyamatosan működött, régen volt énekkara is, az öregek az énekkarból lassan-lassan kikoppak, így sajnos az megszűnt. A tánccsoport az folyamatosan működött, mai napig dolgoz föl régi hagyományokat. Több minősítése van az együttesnek, aranyminősítés, kiváló minősítés, illetve hát Európában több országban is jártunk, Nyugat-Európa részen, tehát Erdélytől kezdve Németország, Svájc, Ausztria, tehát több országban jártunk már, és örülünk mindig, amikor meghívnak valamilyen rendezvényre. Thank you.
tárcsoportnak az hagyományozó tárcsoport, a német hagyományokat ápolja, és a német táncok bemutatása az, ami még ma is még él, ma is még működik. És ezt a kultúrát, hogy ugye ne menjen feledőbe, azért csak fenntartjuk, illetve bemutatjuk más településeken, lássák, ismerjék meg őket, és akinek kedve van, az akár elkezdheti, jöhet hozzánk, és együtt táncolhatunk. A fiatalabb generációk most már sokszor más irányba néznek, mint mi, de akik úgy érzik, hogy szívesen jönnek közénk, magát a táncokat megtanulják, sokan ugye tanulják is a német nyelvet. Aki jön és kedve van hozzá, azoknak át tudjuk adni, szívesen akkor táncolják is. Inkább az a kérdés ma már, hogy hány fiatal van, aki szívesen beáll egy hagyományőrző vagy egy nemzetiségi táncsoporthoz táncolni. Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzata az idei évre is több programmal készül, mondja az elnök. Két nagy rendezvényünket tervezzük ismét, Kervasrudl Festet, illetve a nemzetiségi napunkat. Ezen kívül tavasszal és ősszel a hagyományos térzenénket szeretnénk újra megrendezni, és azért vannak még ötleteink, amiket szeretnénk az idén új programként behozni majd. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!